Tehát azt hiszed, ismered a Minecraftot? Ebben a videóban egy quiz mapon fogunk keresztül menni, mivel láttam nagyon tetszett nektek a keresmény a különbséget map koncepciója, így gondoltam keresek valami hasonlót. Így a mai részben Minecraftos kérdésekre kell válaszolnunk, és úgy döntöttem, hogy ha nem találnám el a kérdések 60%-ára választ, büntetésen fogok részesülni. De ezt majd a videó végén. Viszont most kezdjük is el, és amúgy mi ez az unikornis szar itt a homlokom közepén? Ahogy látom, itt már valaki megpróbálta végigvinni a mapot, hát eléggé sikertelenül. Na jó, azt szerintem ne is húzzuk tovább a szót, menjünk aztán kezdjük el a mapot. Jól van, azt mondja, hogy mi a kérdés? Jó, hát ez egy viszonylag egyszerűnek tűnik. Király. Na milyen aranyos, hogy még amúgy szóvá teszi, hogyha ez nem ment volna, akkor off, tesó. Következő kérdésünk. Jó, van, úgy látszik, hogy egyre nehezebbek lesznek a kérdések, viszont ez még elég egyszerű. Víz. Csodálatos. Következő. Tehát melyik ellenséges ezen mobok közül? Na jó, ez kezd kicsit nevetségesen egyszerű lenni. Legyen a zombi. Következő. Ez milyen fa típus jungle? Köszönöm. Következő. Checkpoint. Wow. Na jó, ez kezd egy kicsit nehezebb lenni. Tehát card pumpkin, vagy jack-o'-lantern? Nehéz kérdés, mivel ebben nincs lámpa, szerintem ez csak simán card pumpkin. Jó! Ki csinálta ezt a mapot? Na jó, ez egy kicsit trükkös kérdés, hé. Dr. Jones for idek lol. Dr. Jones for, várjatok már kicsit, ez ugyanaz? Hát, akkor gondolom... Oké. Okay. Ezek közül melyik blokkokra van hatásol a gravitáció? Hát, a gravel. Oké, okay, király. Ez milyen fajta fa? Szintén volt már ilyen kérdés, viszont ez egy eléggé új fa. Szerintem ez a warped stem. Jó, még mindig jók vagyunk. Következő. Azt mondja, hogy bedrock, crying obsidian és ancient debris. Hát a bedrock az szétöretetlen. Igen. Lehet-e vizet lerakni a netherben? Nem. ez egyelőre elég egyszerű. Ezek közül melyik nem festék? Yellow dye? Mi van? Hát ezek mind festékek, nem? Szerintem ez a sima blue dye nincs. Ó, micsoda? Jó, ez egy rossz válasz volt. Na jó, akkor megyünk újra. És szerintem akkor legyen a light green dye? Oké, okay, ezt nem tudtam. Volt egy hibánk. Egyelőre még szerintem teljesen jók vagyunk. Tehát akkor milyen messzire tud elfújni a víz? 6, 7 vagy 8 blokk? Szerintem egyértelmű, hogy 8. Még sem volt olyan egyértelmű, vagy mi van? mi történik? Jézus Isten! Hát beleestem a vízbe! Akkor milyen messzire tud elfújni a víz? 7 blokknyira? Én azt hittem, hogy 8. Na mindegy. Na, itt van egy kis easter egg, vagy nem is tudom, egy kis extra. Ausztrália 1500 különböző pókfajtának ad otthont. Hát, hogyha ezt tudtátok, akkor most nem mondtam újat. Oké. Okay. Következő kérdés. Jézus, na, azért ez már bonyolultabb, viszont én szerintem a 3, 4 és 7 blokk közül a 4. Na jó, nem már, ez most már kezd kicsit nehéz lenni. Jó, itt az ideje kicsit komolyabban venni a dolgot, most egy kicsit megtorpantunk. Akkor viszont 3. Csak nem 7. Jó. Azt mondja, nézz utána, hogyha nem hiszel nekem. Tesóm, hiszek neked, viszont meglepődtem a válaszon. Hogy hívták az első eredeti Minecraft skint? Alex, Paul, Blart, Malkop, mi van? Steve, hát Steve. Egyértelmű, oké, okay. Na jó, mi van itt? Aha, ki a legjobb Minecraft youtuber? Hát figyelj, most itt, ahogy látom, lehet válogatni, viszont van egy olyan érzésem, hogy a map készítője lesz az. Ez nem lesz egy kicsit... Túl sok reklám, tesóm, na mindegy. Következő kérdés. Fa pressure plate, lectern, crimson stem. Baszki, ez már kezd egy kicsit nehéz lenni. Szerintem a lectern azt nem lehet elégetni. Hát akkor el lehet. Jó, próbálj meg újra. Ez egy netherben található fa, ez meg egy pressure plate. Akkor talán a pressure plate? Nem. Jó, oké. Okay. Dropper, nagyon jó, csak az a baj, hogy hiába fogunk jól leesni, ugyanúgy meghalunk valószínűleg. Viszont ez elég menő. Aha. Jó, hát van egy kis extra a játékban, de nem csak simán meghalsz, hanem rendes büntet a játék, akkor itt a helyes válasz az ez lesz. Oké. Okay. Melyik verzióban adták hozzá a játékhoz az endet? Aha, azt mondja, hogy szerintem az 1.0-ban is... Vagy várjatok? Ugye 1.8-ban hozta be a kreatívot, és elég sok mindent. 1.1-ben, nem, szerintem az 1.0-ban, amikor kiadták az eredeti játékot, akkor jött be az end. Oké, okay, király. Tudtad? Az endősárkány az endben lakik. Azta. Melyik mob található a Chiseled Sandstone-on? Tehát azon, amin a Creeper van. És gondolom akkor a Creeper. Mi van még amúgy itt?
Skeleton, Wither, nem, a Creeper lesz az. Oké, okay. Oh man. Ezek közül melyik itemet nem lehet a Blast Furnace-ben elégetni? Nether Gold Ore, Quartz, vagy Zafir? A Zafirt azt ki lehet égetni? Nether Gold Ore-t az biztos, hogy lehet. A Zafir, arra rá kell keresem, hogy mi az a Zafir, vagy Zafir? Hát... Jó, kövezetek meg, nem tudom, hogy ez micsoda. De ez volt a teljes válasz. Oké. Okay. Micsoda? Azt mondja, számolt ki. Micsoda x, 2-ször x, akkor azt mondja, hogy 90 osztva 2-vel az 45. Király. Fucking nerd. Milyen fő hozzávaló kell a speed poti legyártásához? Magma cream nem. Rabbit's food, de ez amúgy még talán, de viszont szerintem a cukor. Oké. Okay. Ha, tudtad, az iguánának három szeme van, na jó, erre rákeresek. Baszki, ennek kajak három szeme van? Na jó, térjünk vissza a tárgyhoz. Ez milyen blokk? Na jó, ez milyen blokk? Szürke terakotta, dark grey terakotta, vagy cián terakotta. Ez a cián, az szerintem az valami kék, dark grey, vagy sem, szerintem ez a dark grey terakotta lesz. Hát, na ne, nem tudom amúgy valahogy kidodzsolni, hát nem. Akkor ez a sima grey terakotta lesz. Mi van? Most akkor meg kell ölnöm magam. ez nagyon kreatív. Jó, legyen akkor a cián, vagy cyan, vagy... Na mindegy. Mi az a maximum blokkmennyiség, amit egy piston el tud tolni? Nekem valamiért egy furcsa vonzódásom van a 12-es szám felé, viszont itt van 10, meg 16, szerintem 12, nem tudom, hogy miért, valamiért ez rémlik, és úgy látszik, hogy megérte annó 10 évesen Sirius videókat nézni. Na, teljesen jó, mire végigérek ezen a mappon, annyi mindent fogok tudni a világról. Következő kérdésünk, mennyi hely van egy dupla chestben? Azt mondja, hogy egy sima chestben fixen van 32 hely. Vagy nem, várjál, hogy van? 4x9, akkor 36, akkor egy... Tehát itt olyan opció nincs is. Tehát akkor van, ennyi van egy sima chestben, és akkor ez 2x, akkor az 6x9, az pedig 54. Wow! Ezt kiokoskodtam. Alex, lány vagy fiú? Girl? Boy? Well, yes, but actually no. Tehát ez amúgy ez gáz, hogy ez itt van, mivel én szinte biztos vagyok benne, hogy nő, de most azért kicsit megijedtem, de végül is eltaláltuk. Melyik magnak van a legtöbb élete? Amúgy lehet, hogy az Ender Dragonnak, de én valamiért úgy gondolom, hogy a Withernek. Szerintem a Wither? Igen, ez az. Ha az Ender Dragonnak csak 100 élete van, ha bármit is jelent ez, az a Withernek meg 150. Amúgy jóval több van neki, basszus. Következő kérdésünk. Ezek közül melyik nem virág? Narancs tulipán, Wither Flower, Azur Bullet, vagy Bluet, vagy mi van? Szerintem ez. Hát akkor nem. Van egyáltalán narancs tulipán? Viszont szerintem ilyen Wither Flower, azt szerintem nem virág. Jó, király. Amúgy lehet, hogy ez lett volna az egyértelmű, de mindegy, most már. Következő kérdés. Melyik bajonban található a Coral Reef? Szerintem a Deep Ocean, vagy Lukewarm Ocean, van ilyen? Coral Ocean. Warm Ocean, szerintem a Warm Ocean-be, igen. A Földön található korallok 50%-a halott. Hát ez elég szomorú. Milyen fényszinten emittál a Soul Lantern? Aha, 10, 14 vagy 15? Szerintem, hát nem lett olyan sok, szerintem egy 10-es. És feltaláltuk, milyen meglepő. Azt mennyi van még? Aha, igen. Voice Herobrine, ezt ha megint megnyom, akkor megint meg a villám. Herobrine azt mondja, hogy Dodge Dead Brother Voldemort, vagy actually he was removed from the game. Amúgy szerintem... Így van, reversed. Okay, ez furi. Ez amúgy rendes adom. Wow, megyünk haza, megyünk a mennybe, srácok, itt a felhők. Hát ez valami fennem. Ja, és most vissza? Hát ezt nekem senki nem mondta. Jó, akkor valószínűleg nem Voldemort, hanem ez. Ezt mondjuk soha nem hallottam. Azt, ezek már nagyon nehéz kérdések, ezek már pirosak. Ezek közül melyik biomban nem esik a hó? Giant Tree, Taiga Hills. Ott esik. Taiga Mountains. Ott is. Wooded Mountains. Itt nem. Jó volt, akkor de. Taiga Hills, az egy bazi magas. Hát benne van a nevében a hegy. Szóval szerintem ez. Hát akkor nem. Ah. Jó, még egy dropper. Csodálatos. Ja, vár, középen kellett volna maradni. Na mindegy, ezt elrontottuk. Hát, ha eltalálom. Jó, hát amúgy nem éltük túl, de nem, legalább belestem. Hát akkor ez lesz a válaszunk. Giant Tree, Taiga Hills, soha nem találtam volna ki. Rendben, azt mondja, hogy which of these items are not in the game? Na, ezek közül melyik nincs a játékban? Command Block Minecart, Music Disc, talán ez nekem gyanús. Pillar Coral, szerintem ilyen Pillar Coral nincs, vagy Coral, nem tudok beszélni már. A moszkítóknak 47 foga van. Hát ezt nem tudom, mi fog kezdeni ezzel az információval.
valószínűleg feldugom a seg. Ezek közül melyik item nincs a játékban? Megint ez a kérdés. Polish Blackstone Button, szerintem ilyen van. Arrow of Luck, ilyen nincs. Repeating Command Block Minecart, szerintem ez lesz az. Nem ez volt az. Most akkor vissza kellett bandukolni, már azt tudom, hogy miket választottam. Tehát akkor megint itt vagyunk, Repeating Command Block Polish Blackstone Button, szerintem akkor ez lesz. Jó, valamiért azt gondoltam, hogy van sima Blackstone, annak van gombja, a Polishnak meg nem lesz, de... Na mindegy. Most komolyan, amikor visszafele mentem, elrontottam még egyet, nem már. Ez volt az, ugye? Repeating Command Block, jó. Hát a másik kettőt már elrontottuk párszor, király. Hány százalékát redukálja Fall Damage-nek a szénabála? Szerintem amúgy egy 80-at biztos. Oké. Okay. Ezek közül melyik fáj a legjobban? Mikor furán megrázod valakinek a kezét, akkor visszaköszönsz valakinek, aki amúgy nem neked köszönt, oké? Okay. Vagy mikor a pincér azt mondja, jó étvágyat, és te azt mondod neki, hogy neked is. Jó, igazából ez még nem történt meg velem soha. Viszont ezek már ilyen. Jó, azért ez a legcikibb szerintem. Mondjuk szerintem ezek közül mind teljes lett volna. Vissza lehet menni? Mindegy, majd kiderül. Ezek közül melyik slab nem létezik? Polished Basalt Slab. Cutered Sandstone Slab. Smooth Quartz Slab. Ilyen van. Szerintem ilyen is. Ilyen szerintem nincs. Polished Basalt Slab. Te vagy az én barátom. Oké, meg is vagyunk. Ezek közül melyik itemet nem kaphatod Piglin tridelés közben? Glowstone Block. Iron Nugget. Soul Speed Book. Ilyet kaphatsz. Glowstone Blockot. Szerintem olyat nem. Igen. Tök jók vagyunk. Ezek közül melyik bajom nem létezik? Mi van? Ezt el sem tudom olvasni. Ocean. Hát ez mondjuk elég egyértelmű. Giant Tree Tehát akkor szerintem ez. Na, nem. Szerintem ilyen sima Ocean nem lenne. De van. Jó, akkor ez lesz az utolsó. És ez lesz a helyes válasz. Igen. Hát ezt sem találtam volna ki soha. Hogyan tudod a Complete Catalog nevű advancementet megszerezni? Catch all fish variants. Tame all cat variants. Trade with every type of villager. Aha, tehát akkor vagy trade-elsz villagerekkel az összessel, vagy az összes macskát elfogod, vagy az összes halat fogod el. A Complete Catalog. Szerintem amúgy a halas. Hát nem, mert megint ilyen fordítottat kell csinálni, de most amúgy megcsinálom. Oké, okay, visszafele. Ezt figyeljétek. Ez fölfele kicsit lassabb, szóval ez lefele nem fog menni fixen. Ugye? Jó. Hát nem ez ennyi volt. Ja, látszik, hogy vörösre vált az, amit már egyszer elrontottam. Ezt mondjuk jó megtudni lassan a vége felé, vagy nem a vége felé? Jó, akkor szerintem Complete Catalog. Nem fogok puskázni, a macskás lesz az. Igen. Alex és Steve randiznak? Yes. Steve got friendzoned. No dear siblings. Na hát, mi van? Jó, szerintem testvérek. Nem azok. Na jó. Steve got friendzoned. Randiznak. Ez milyen sablonos. Ezek közül melyik tölti meg legjobban az éjségbárodat? Cooked beef, rabbit stew és pumpkin pie. Hát egyértelmű, hogy a cooked beef. Még sem olyan egyértelmű. Jó. Akkor a pumpkin pie. Mi van? Nem már? Miért haltam meg kétszer? Jó, akkor az utolsó, mivel csak ez maradt, ezért a rabbit stew. De hát ez amúgy mi? Ezek közül melyik mob tojás nem létezik? Hoglin, Brute Spawn Egg, Ender Guardian Spawn Egg, vagy Wandering Traders, ez nem létezik. Túl egyszerű lett volna. Jó, akkor maradt az Elder Guardian Spawn Egg, és a Hoglin Brute, ez lesz az. Ó, király. Ezek közül melyikre van szükséged ahhoz, hogy a láthatatlanság potion-t lecraftod? Na jó, amúgy ahhoz egyáltalán nem értek, hogy a láthatatlanság potit hogy csinál, soha nem csináltam még. Fermented Spider Eye, Gusteer, Golden Care, szerintem Gusteer az olyan, annak van egy ilyen láthatatlanság bejutés, de még ennek is van amúgy relevanciá, jó. Szerintem ebből nem tudsz láthatatlanság potit, van egy olyan megérzésem. Szerintem a Gusteer. Hát ez fenomenális, na jó, inkább megállok, gyere rám. Akkor a Golden Care-ot. Na jó, legalább ilyen halálban még nem volt részünk, viszont túléltük. Hello játék! Na jó, sokat gyára, de sikerült. Akkor a megoldás az a Fermented Spider Eye. Nem gondoltam volna. Hányféle virág létezik? Gombákat is beleértve, hát akkor sok. 17 minimum. Mi Steve teljes neve? Steve? Steve Jobs? Steve Harvey? Szerintem amúgy nincs Steve-nek teljes neve. Oké. Okay. How many nether biomes are there? Azt mondja, hogy van a sima. Kettőfajta ilyen faerdő, van egy ilyen soul szendes, és legyen öt. Ez az. Mennyi music disk van? 13?
Tehát akkor mennyi festék van a játékban? Az is van fix 18, a franc, nem, 16. miért élünk? Akkor 14, hát csak nincs 18, de van. 18 helyes válasz. Szóval azt hiszed, ismered a Minecraftot? Hány blokk van a játékban? nem akarom tudni, ez jó válasz? 481 vagy 702? Ezek a számoknak nincs köze egymáshoz, legalább lett volna valami szép, mindegy. Amúgy szerintem rengeteg. 702 minimum. Oké. Okay. nem számoltam meg mindet. Oké, oké, meg vagyunk. És az utolsó kérdésünk pedig, élvezed ezt a mapot? Yes, 100%. No bad map. Ez így helyes? Seriously, do not pick this option. Oké, okay, nem is akarom. Jó lesz ez 100%-os nekem, köszönöm szépen. Wow, na jó. ez micsoda? Kiégek gyerekek. Kreatívan vagyunk. Na jó, hát akkor meg is találtuk volna már ezt a gyönyörű képet itt. Oké, okay, szegény. Halljunk meg. Halulról mennyivel szebb. És hát... Ja, és hogyha ide jövök. De már, basszus. És megy le az IQ-m. Mi van? Negatív IQ detected. Nem már? Hát akkor szavaztok. Na jól van, srácok, remélem. Szivattok. Mi van itt? Ezt a kardot nem lehet elvenni? Hello? Jézus, nem lehet itt kimenni? Engedj ki! Ja, GG loser. Jó van, hát úgy látszik, hogy átrakott minket. Spectator módba, viszont felrobban a map. Na jó, én teljesen ki vagyok égve. Na jó, srácok, remélem élveztétek ezt a videót. Össze fogom számolni, hogy mennyit hibáztam, és hogyha túlzó többségben rossz választ adtam, írjatok le kommentben szivatásokat, és a legtöbb lájkot kapót azt megcsinálom. Na jó, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek, én Gyuszi voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Milyen furi, ilyen szellem vagyok.